Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, fő témáim néhány mondat van. Az örökletes magas koleszterin szint hetét tartják, minden 250. ember érintett. Alzheimer világnap, szenior örömtáncosok a Pécs-Pugányi reptéren. Generációk nevelés munkavállalás jóléti programsorozat a Királyegyházi üzemben. Idegenvezetővel a Pintérkertben, ismerkedés a közel 100 éves arborétummal. Az örökletes magas koleszterin szint hetét tartják egész Európában, így Pécsen is a szakemberek. Egy génpár váltja ki ezt a betegséget, ami az érintetteknél már gyerekkorban megkezdett gyógyszeres kezelést tesz szükségessé. Ellenkező esetben szívinfarktus, stroke fenyegeti már fiatalon az érintetteket. Szakrendelés a Pécsi Klinika egyes belgyógyászatán, ahol a magas koleszterin szinttel és a hozzá kapcsolódó betegségekkel is foglalkoznak. Jelenleg a familiáris hiperkoleszterinémia hetét tartják most a szakemberek. Ezt az Európai Aterosklerózis Társaság koordinálja minden évben, szeptember utolsó hetében. Ez a társaság Európában koordinálja, hogy hogyan lehet az érelmeszesedést, valójában inkább érelzsírosodást megelőzni és kezelni. Az egyik legfontosabb ilyen betegség, ami a hatáskörébe tartozik, ez a bizonyos familiáris hiperkoleszterinémia, amit FH-nak rövidítenek. Ez egy genetikailag öröklődő betegség, illetve genetikailag meghatározott öröklődő betegség, aminek a gyakorisága a felnőtt lakosság kb. 1 a 250 arányát érinti, tehát minden 250. egyén hordozza ezt a gént. Jelentősen emelkedett a koleszterin szintje, és fokozott a kockázata az érelmeszesedéssel szemben. Sajnos Európa nagy részén a betegek nem kerülnek a szakemberek látókörébe, pedig az időben kezdett terápiával a betegek életkora és életminősége nőhet meg, mondja a szakember. Európában egy-egy országban, például Hollandia, ahol a páciensek nagyobb része azonosított, az Európai Uniós országok többségében a zöme felismeretlen ezeknek a betegeknek, több mint 90%-a, holott őket már 8 éves kortól koleszterin csökkentő statin készítményekkel kezelni. Tehát tulajdonképpen minden évben az Európai Aterosklerózis Társaság tart egy ilyen felhívást, aminek kapcsán a médiához is fordulunk, hogy ezt az arányt javítsuk. Jelenleg a gyerekek szüleinek koleszterin szintje lehet jele a betegségnek. Ez alapján találhatják meg a beteg gyerekeket. A szülők kiugróan magas koleszterin értéke alapján elvégezzük a besorolást. Van egy pontrendszer, ami alapján meg lehet mondani, hogy valószínűleg fennáll ez a betegség, és amennyiben ez valószínűsítettő, ez a egy gén által meghatározott, tehát monogénes FH, azaz familiális hiperkoleszterinémia, akkor a gyermeknek a koleszterin szűrése feltétlen indokolt, még akkor is, ha egyébként a gyermekorvos ezt nem látja indokoltnak, és hogyha a gyerek érintett, mert az ő koleszterin magasabb, mint a átlag életkorúaknak a 95%-ában mérhető, akkor itt úgy kell tekinteni, hogy ő is érintett, hordozó. Ezek után pedig elindulhat a kezelésük, aminek lényege a koleszterin szint csökkentése gyógyszeresen. Ez azért fontos, mert a jelenséggel nő a koszorú érbetegség, az iszkémiás stroke vagy perifériás érbetegség kockázata. Ez az ábra azt mutatja, hogy a kezelésnek köszönhetően akár évtizedekkel növelhető meg az erek megfelelő állapotának fenntartása. Az örökletes magas koleszterin szint betegséggel küzdők mellett azoknak is érdemes a koleszterin szint csökkentők szedése, akik például életkoruk, életmódjuk miatt érik el a küszöbb határt, mondja a professzor. A múlt szombaton tartották az Alzheimer világnapját. Célja, hogy világszerte felhívja a figyelmet az Alzheimer kór és más betegségek terjedésének veszélyére, visszaszorításának, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak a szükségességére. A Mozdulj Vaszary Zsuzsival szenior örömtánc csoport egy különleges helyszínt választott a világnap megünneplésére Baranya vármegyében.
A Mozdulj Vaszari Zsuzsival szenior örömtánccsoport szívén viseli az Alzheimer betegségben szenvedők sorsát. Az egyéb megelőzési stratégiák mellett rendkívül fontos a mozgás. Az Alzheimer világnapot szeptember 21-én tartották világszerte. A tánccsoport tagjai is természetesen tánccal ünnepeltek. Tánccsoportnak bárki lehet a tagja, bárki bármikor csatlakozhat, hiszen a lényege pontosan az, hogy rövid koreográfiákat kell az órákon megtanulni, ezzel karbantartjuk az agyunkat, megelőzve az Alzheimer-kor kialakulásának az esélyét, csökkentve annak az esélyét. És maga a mozgás, ami szintén nagyon jó hatással van az időseknek az egészségi állapotára. Hetente tartanak táncórákat, és mintegy 60-70-en vesznek részt a szenior örömtáncban, mely sokat segít a betegség megelőzésében, késleltetésében. Az Alzheimer világnapra nem mindennapi tánchelyszínt választott a csoport. A Pécs-Pogány reptér volt a kitüntetett. Különleges helyszínt kerestünk minden esetre, ebbe az egyik táncos társam Nemeskéri Teri volt a segítségemre, és Korda Gyurinak a Reptér című számára szeretnénk mindenféleképpen táncolni. Egyébként hagyományos szenior örömtánc koreográfiákat fogunk eljárni a mi fiatalkorunk slágereinek a zenéjére. Vaszari Zsuzsi vallja, hogy nagyon szerencsés, mivel ügyes csoportjai vannak. Van úgy, hogy 8-10 új koreográfiát, vagy 8-10 új táncot is eltáncolunk. Ebben nyilván előfordulnak ismétlések is, de ha 2-3 hónappal előtte táncoltuk, akkor az már szinte újként hat. A szenior örömtáncosok mindig kiálltak az időskori demencia megelőzése érdekében. A retteget Alzheimer-kór az életkor kitolódásával egyre nagyobb méreteket ölt az emberiség körében. Az egyéb terápiák, kezelések mellett az egyik legkiválóbb módszer a késleltetésre a mozgás. Az örömtáncosok is ezt teszik. Ezt tették a világnapon is a Pécs-Pogány reptéren, többek között Korda György népszerű dalára. Rövid híreink következnek. Szerdán reggel 873 cm-t mutatott a vízmérce Mohácsnál, 15 cm-rel kevesebbet, mint előző este. Megkezdődött tehát a folyó apadása, az árhullám csúcsa már déli szomszédainknál jár. Az előrejelzés szerint a következő pár nap során egyre gyorsul majd az apadás üteme, olyannyira, hogy jövő hétfőn már mintegy 3 méterrel csökken a vízszint, akkor 6 méter körül alakul majd a vízállás. A másodfokú készültséget ezzel összhangban várhatóan csütörtökön, az elsőfokút pedig hétvégén szüntetik meg, és a KOM közlekedés is helyreáll néhány napon belül. Tennivaló azonban még bőven akad, a gátak és egyéb védművek állapotát folyamatosan ellenőrzik, a visszahúzódó víz bőven tartogathat meglepetéseket, a tapasztalatok szerint ilyenkor gyakori a fakadó vizek, buzgárok megjelenése. A sétány és más partmenti terület is víz alatt áll még, ha levonul az ár, megkezdődhet a fertőtlenítés és a takarítás. Szeptember 18-ától határozatlan időtartamra a közvetlen életveszély elhárítása és a vad védelme érdekében erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. A tiltás a teljes gemenci erdőre, valamint a Mohács és Paks környékén a Duna hullámterében lévő erdőterületekre és az erdőterületek közötti egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre vonatkozik. Az árvízvédelmi rendelkezés hatályba lépésével szeptember 18-ától minden nap 0 és 24 óra közötti időszakra elrendelt teljes erdőlátogatási tilalom a csoportos és az egyéni túrákra, valamint a vízitúrákra is vonatkozik. A Duna-Dráva Nemzeti Park részét képező gemenci erdő nyugati határán található a Duna jobb parti árvízvédelmi töltésén Pörölj és Keselyüs között tilos tartózkodni. Kizárólag a védekezésben résztvevő szakemberek használhatják a védműveket. Egészség, munka és környezet, ez a hármas jellemzi a Király Egyházi Cementgyárban szervezett programsorozat magját. Az üzemet működtető cégnek kiemelten fontos, hogy a munkavállalói olyan jóléti programmal részesüljenek, ami a lelki jólétüket is szolgálja. Elsőként egy generáció kutató tartott előadást a dolgozóknak.
Generációk, nevelés, munkavállalás, ezeket a témákat érintette az előadó a Kirejtyházi Cementgyárnál felállított színpadon. Steiger volt Krisztián generációkutató érkezett ide. Én a generációknak egy olyan megközelítését hoztam, ami a családon belül nevelésről szól, tehát elsősorban a gyerekek megközelítéséről, de nyilván az, hogy kinek ki a gyerek, az attól függ, hogy én hány éves vagyok. Mert ugye a szüleimnek én vagyok a gyereke, az én gyerekeim meg nekik az unokájuk, tehát mindenkit lehet nevelni, sőt oda-vissza lehet nevelni, a szülőt is lehet nevelni. Úgyhogy ennek a különbözőségét, a különböző generációs sajátosságok megközelítésében fogom ebben a másfél órában megközelíteni. Teljesen más környezetben, feltételek között kell ma egy fiatalnak felnőnie, mint amiben a szülei nevelkedtek. Ezt figyelembe kell venni, mondja a kutató. Most egy gyerek megszületik, és körbenéz, nem ő hozza magával ezt a világot, hanem ehhez a világhoz kell saját magát alkalmazni, és a túlélésre berendezkedni, ami egy hipergyors, hiperszenzitív világ, és erről mindig elfeledkezünk, hogy 2007 óta, amióta Steve Jobs bemutatta az első okos eszközét, ez már 16 éve, a gyerekek egy olyan világban nőnek föl, ami egy hiperszenzitív, hipergyors világ, és annak megfelelően kell kialakítani azt, hogy hogyan tud ezen a világon élni, ami teljesen más, mint volt a 70-es években, vagy a 80-as években. És én ezt képviselem, ezt a missziót hozom az országban minden területre, hogy értsük meg, hogy nem jobb, nem rosszabb, csak más. Azért a szülőknek van tennivalójuk, és figyelniük kell arra, hogy mit csinálnak, amiről példát vehet a fiatal. Milyen mintákat mutatunk a gyerekeinknek, mert 7 vagy akár 12 éves korig egy gyerek nem tanul, hanem mintákat követ. És hogyha a szülő például nagyon erősen digitálisan függő, akkor a gyerek is digitálisan függő lesz, mert azt a mintát veszi át. Nem a gyereken kell kezdeni a nevelést, hanem saját magunkon kell kezdeni a nevelést, és ehhez most a 21. században, ahol semmilyen kapaszkodónk nincs, ahol minden bizonytalan, ahol nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nemhogy jövőre, hanem holnap után, ebben a bizonytalan közegben az egyik fő stabilitás a saját magunk lehet, ehhez az önismeret ad egy nagyon jó bázist, és azt gondolom, hogy ma egy szülő a legnagyobb ajándékot, amit a gyerekének adhat, az önismeret. A cementgyárat működtető cégnél ezen a héten indult egy kéthetes eseménysorozat, aminek része volt ez az előadás. Az egészség, munka és környezetvédelmi két hetünk, ami tulajdonképpen egy 20 eseményből álló programsorozat, amit minden éve meg szoktunk tartani, csak ezentúl most már a környezetvédelmet is szeretnénk bevenni, ugye, mint fontos tényezőt, vagy fontos témát. És nem csak a környezetvédelmet, hanem azon belül, illetve amellett még amit angolul úgy mondjuk, hogy mental well-being, tehát a lelki jólétet is, és ugye ennek a része, az egyik része az, hogy például ma hívtunk egy neves generációkutatót, aki arról fog nekünk beszélni, hogy hogyan értsük meg a fiatalabb kollégáinkat. Ezen kívül lesznek még sport és más programok is. Mindez annak jegyében, hogy a cégnél alapértéknek minősül a munkavállalók és a vállalattal együtt dolgozók egészsége, biztonsága, valamint a környezet megóvása. Idegenvezető kalauzolásával lehetett megismerni a Pintérkert arborétumot a hétvégén Pécsen. A csak nem 100 éves múltra rendelkező kertben a névadójáról és a különleges növényvilágáról hallhattak érdekes, interaktív sétaközbeni bemutatót. Stábunkkal mi sem hagyhattuk ki ezt a lehetőséget. Idén már második alkalommal tartottak kerttörténeti sétát a Pintérkertben. Pécsen a Tetyén található arborétum a Dunadráva Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik olyannyira, hogy tulajdonképpen az udvara. Az arborétumban az óvodás korosztálytól kezdve a nyugdíjasokig különböző programokat igyekeznek összeállítani a szakmai munkatársak. A séták alkalmával túlnyomó részt a növényzetről esik szó. Tudtuk meg Komlós Attila marketing és kommunikációs menedzsertől. Ez most egy olyan alkalom, amikor a növényzetről csak érintőlegesen lesz szó, viszont a kert történetéről, a kor társadalmi viszonyairól, Pécs gazdasági közéleti szereplőinek hálózatáról is lesz szó, hiszen így jöhetett létre ez az arborétum. Ami nagyon érdekes és országosan egyedülálló, hogy általában ilyen fajta gyűjteményes kerteket a legvagyonosabb, leggazdagabb réteg képviselői hozták létre. Itt viszont más a példa. Pintér János egy tisztviselő volt, egy középréteghez tartozó ember, akinek volt egy ilyen szenvedélye, hogy gyűjtötte az örök zöld növényeket. A világban sok helyen megfordult, barátai, kapcsolatai révén szertett a világ 4 földrészéről, tényleg Ausztráliát leszámítva minden kontinensről vannak fafajok, kapott ajándékba növényeket, és így gyarapodhatott ez a kert, és jöhetett létre az, amit ma mi is megtekinthetünk itt a Mecsek oldalában.
A Pintérkertben több védett növényzet is él, ami érdekes, hogy ma már a telepített növények és a mecsek természetes vegetációjának sajátságos egyvelege itt megtalálható, avat be a különleges kert titkaiba a szakember. 50 kiemelt növény szerepel a kertben, amelyről egy okostelefon alkalmazás is információt nyújt fényképekkel, rövid leírásokkal. Ez a magja, de ezen kívül megszámlálhatatlan növényfajjal találkozhatunk. Azért néhányat megnevezünk. Konkrétan is a bánáti bazsarózsa például egy különleges fokozottan védett növény, ami vadon a keletmecsek tájvédelmi körzetben fordul elő, de itt a Pintérkertben is lehet látni, és az orchidea fajokat emelném ki, így összefoglalóan majonkosbor például megtalálható itt a tavaszi idényben virágzik, nagyon szép és látványos, és hát az örökzöldek, a különböző fenyőfélék, az arizonai ciprustól a lucfenyőn át a vörösfenyőig, vagy a tiszafáig, ezeket mind-mind meg lehet tekinteni itt a kertben. Akadnak itt közel 100 éves növények is, amelyeket még Pintér János a kert tulajdonosa telepített 1926-ban. Ez a történeti sét a tavaly kezdődött, de mivel nagy érdeklődése tartott számot, ezért idén is megtartották. A kert mellett oktatási központ működik, ennek köszönhetően az elméleti ismeretek mindjárt a gyakorlatban is megtapasztalhatók. A növényvilág mellett sokféle állat is megismerhető az arborétumban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Csak nem 400 esetben intézkedtek a baranyai rendőrök. A Roadpol Seat Belt elnevezésű európai kampány keretében az egyenruhások ezúttal a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték múlt héten. Az ellenőrzések alkalmával több mint 400 esetben tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomó részt a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét, de közel egy tucatnyian voltak azok is, akik nem használták a gyermekbiztonsági rendszert. A Mecsekerdő három erdészete is bekapcsolódott az Energiaügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT által támogatott Tisztítsuk meg az országot kettő elnevezésű hulladékfelszámolási programba. A Mecsekerdő 2024 nyarán több mint 160 köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállított el a baranyai erdőkből. A régió híreire folytatjuk. Mennyiségre és minőségre is rossz idényt zárnak az almatermesztők Somogy vármegyében. A 7 hétig tartó szárazság miatt kisebbek az almaszemek és beltartalomra is gyengébbek az elmúlt évekhez képest. Van olyan gyümölcsös, ahol a termés felét tudták csak leszüretelni. Van, ami lepotyogott és megütődött, ugye ebből készül majd a cefre, ez így néz ki. Ezek a foltok pedig égési foltok rajta, amit a nap nagyon megsütött, azok jelenleg így néznek ki. Az egyik szem megégett a nagy melegben, a másik még érés előtt leesett a fáról. Több sebből vérzik az idei alma termés a somogyi ültetvényeken. Ez a nagy meleg minden tizedelt, ugye előtte a fagy is egy kicsit tizedelt, nálunk az almát is, a medgyet is, a cseresznyét is. Aztán jött ez a nagy meleg, amitől elkezdett minden ugye ráégni a magra, valamint zölden lepotyogni, mert nagyon megaszalódtak, mondjuk a szilveng nagyon megaszalódott a nagy melegtől, és lepotyogott zölden. És ezt már az almánál is észrevesszük, hogy már az októberi almát szedjük lassan. Ugye ez a nagy melegtől elkezdtek lepotyogni az almák, tehát nem tudja megtartani a fa a termést, vagy nagyon megég az alma, hogyha felmarad. Szóval a földről szedjük cefrének az almát, a fáról pedig léalmát szedünk, mert vagy égés volt rajta, vagy lepotyogott már a fáról az alma. A tavaszi fagyok nagyrészt elkerülték a somogyi ültetvényeket, a májusi-júniusi eső pedig tovább kedvezett az almának. A nyár többi része azonban mindezt felülírta. Mint egy 7 hétig tartó magas hőmérséklet, rengeteg hőségnappal, óriási UV-sugárzással, légköri aszállyal, ami a gyümölcsöknél különösen veszélyes, és nem volt eső, tehát a talaj is, talajban sem érkezett meg a megfelelő csapadék utánpótlás, úgyhogy ez abszolút befolyásolta. Tehát láttunk olyan gyümölcsültetvényt a munkánk során, ahol konkrétan a gyümölcsből szívta vissza a nedvességet a fa, azért, hogy életbe tudjon maradni. Mennyiségre és minőségre is rossz idényt zárnak az almatermesztők a vármegyében. Közepesnél gyengébb termés az mennyiségre is, ami betakarítható.
és a minősége is sajnos hiányzik belőle, a nedvesség hiányzik belőle, a víz. A gyümölcsök nem tudtak az öntözetlen ültetvényekben olyan szép, nagyra, piacosra, ahogy fogalmazni szoktunk, kitelni, megnőni. Emiatt apróbbak a gyümölcsök, beltartalmi értékük meg lenne ugyan, viszont itt a szeptember 10-e környékén érkezett hideg front és ciklon, ami az én településemen 120 milli esőt hozott, de a Vármegye többi részén is megközelítette helyenként a 100 millimétert a csapadék. Ez akár a gombabetegségeknek, akár a repedésnek, több minden olyan problémának volt a meleg ágya, ami a minőséget jelentősen rontja. A gyümölcsösök 3-4 héttel előrébb jártak idén a fejlődésben a megszokottól. A szakemberek szerint a szilva, az alma, a körte nagy része nem lesz alkalmas étkezés fogyasztásra. A Tolna vármegyei főügyészség minősített kábítószerkereskedelem büntette miatt emelt vádat egy 45 éves pincehelyi férfi ellen, aki külföldön megszerzett amfetamin olajból akart kereskedelmi célból nagy mennyiségű kábítószert készíteni. A férfit a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda pécsi osztálya fogta el még 2023-ban. Így ütöttek rajta a rendőrök még tavaly azon a pincehelyi férfin, aki amfetamin olajból akart kábítószert készíteni. Az amfetamin egy mesterségesen előállított szerves vegyület, melyet korábban elterjedten használtak gyógyszerek alapanyagaként, újabban viszont inkább stimuláló hatású kábítószerként ismert. A férfi ellen a napokban emelt vádat a Tolna vármegyei főügyészség. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2023. májusában egy bérelt gépkocsival külföldre utazott, abból a célból, hogy kábítószer alapanyagot, úgynevezett amfetaminolajat szerezzen meg. A férfi a bérelt gépkocsival külföldön megszerzett amfetaminolajjal, miután hazaért a lakóházához, a rendőrök már figyelték, emiatt azonnal ellenőrzés alá vonták. A férfi lakóhelyét és gépkocsiját átkutatták. Különféle kábítószereket, továbbá kábítószer szállítására, valamint készítésére, kimérésére és kiadagolására szolgáló eszközt, többek között alkoholt, kénsavat, elektromos mérleget, keverőgépet, üres műanyag simítózáras tasakokat, gumikesztyűt foglaltak le. A férfi az elfogását megelőzően kokaint is fogyasztott. A vádlott az amfetaminolajból a lakóhelyi lefoglalt anyagok felhasználásával, a higítás mértékétől függően akár 90 kg-nyi kábítószert is előállíthatott volna, amelynek értékesítéséből kívánt rendszeres haszonra szert tenni. A főügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel kötött kábítószerkereskedelem büntetével vádolja, amely bűncselekmény 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztése vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. A jelenleg is letartóztatásban lévő speciális bűnismétlő vádlottal szemben az ügyészség 11 év fegyházbüntetés, 10 év közügyektől eltiltás, valamint 1.250.000 forint pénzbüntetés kiszabását indítványozza a szexádi törvényszéknél. Három civil szervezet összefogásának köszönhetően valósult meg a Dunaparton szeptember 21-én egy kellemes hangulatú lecsófesztivál Tolnán. Akadt májas, rizses, tojásos, virslis, kolbászos, csülkös és a bográcsokban, így a színes választékból mindenki talált kedvére valót. Az egyik kezdeményező a Vándorló Szépkorúak baráti köre volt. Vezetőjük mutatta be nekünk a fesztivált. A mai rendezvényünk az az első Holdunamáti Lecsó Fesztivál. Idáig tartottunk a 5 Lecsó Fesztivál, de azt a Festés utcában a házunk előtt, és kinőttük. Nagyon sokan vagyunk a mai napon, 130-an vagyunk. Két civil szervet csatlakozott az ötletünkhöz, a Tolnai Sárkáhajósok, a Kovács Gábor féle társaság, és a továbbosok, a tovább szabadidős csoport, a Müller Józsinak a csoportja, a kerékpárosok, és nagyon nagy örömmel fogadták a meghívást, eljöttek, és együtt főzünk 10 bográcsba. Gut Lászlóék rizses lecsót készítettek, ahogy fogalmazott, gazdagon, kolbásszal, szalonnával, virslivel. Én rendszeresen főzök, tehát szeretem ezt a konyhai, nem ez a szakmám, de beleszerettem ebbe az egész dologba. Kovács Alexandráéknál pedig igazi csapatmunka folyt. Én egyébként nagyon szeretjük a lecsót, úgyhogy a fiúk voltak, akik a lecsót készítették, mi pedig többiek részt vettünk itt a játékokban.
A zsűri tagokat is gondosan választották ki. Az egyik bíráló Szőke Anikó volt, a Snita Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Dél-Dunántúli Régió elnöke. Ő mesélt nekünk a legjobbnak ítélt lecsóról, amit Aranyosné Györgyék készítettek. Ők a tavalyi nyertestől megkapták a vándorfakanalat, amit most egy évig őrizhetnek majd. A győztes étel elég tartalmasan készült el, hiszen ők is fűszerpaprikát használtak, kissé paradicsomos ízvilágot jelentett meg az ételük, használtak hozzá tartalmasabbá téve füstölt kolbászt és vízslit. Az idő és a hangulat is remek volt a Dunaparton, ahol a főzés mellett az egész délutánt kulturális programokkal és zeneszóval színesítették, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a sárkányhajózást is. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer. Az örökletes magas koleszterin szint hetét tartják, minden 250. ember érintett. Alzheimer világnap, szenior örömtáncosok a Pécs-Kugányi reptéren. Generációk nevelés munkavállalás jóléti programsorozat a Királyegyházi üzemben. Idegenvezetővel a Pintér kertben ismerkedés a közel 100 éves arborétummal. Csütörtökön napos, fátyol felhős idő várható, de helyenként vastagabb felhők is megjelennek az égen. Erős a Dunántúlon, sokfelé viharos lesz a déli, majd délnyugati szél. Kora reggel 11 és 17, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!